Köszöntök mindenkit a 20. és a 21. század intézet közös rendezvényén. Gallo Béla, Millett-Velet szociáldemokrácia című könyvének a bemutatóján, amely a szociáldemokrácia múltjáról, jelenéről és egyben jövőjéről szól, és nem régiben jelent meg az intézeteinket fenntartó közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány gondozásában. Üdvözlöm azokat, akik személyesen követik a könyvemutatónkat, és azokat, akik online Néznek bennünket. Én Baconi Dorottya vagyok, a kötet szerkesztője, és a könyvemutató során először egy laudációt fognak hallani Békés Mártontól a 21. század intézet igazgatójától, majd pedig egy kerekasztal beszélgetésen fogjuk megvitatni a könyvnek a legfontosabb állításait, amelyen részt vesz a kötet kiadója, Smit Mária Széchenyi Díjas történészprofesszor a 20. és a 21. század intézet igazgatója, maga a szerző, Galló Béla, a XXI. század intézet tudományos főmunkatársa, és Mikec Dániel, politológus, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont politikatudományi intézetének tudományos munkatársa. És rögtön meg is kérném akkor Békés Márton a XXI. század intézet igazgatóját, hogy tartsa meg a könyvről a laudációját. Köszönöm szépen a szót, tisztelt főigazgató, asszony, kedves Béla, barátaim, egy nagyszerű könyvet fogunk bemutatni ma, ennyi általában elég is szokott lenni laudációnak, de kötet az annyira jó, ráadásul én szerintem a elmúlt események, választásra gondolok, miatt annyira aktuális is, hogy sajnos hosszabban kell róla beszélnem. Kezdjük rögtön azzal, hogy amikor Magyarországon bevezették, a kontinensen egyébként Svédország volt az utolsó, úgyhogy mi az utolsó előttiek, a jobboldali közlekedést, akkor mindenütt táblákat helyeztek ki a út szélére a sofőröknek, ez volt a felirat, jobbra tarts, balra előz. 2020-as években úgy látom, hogy ez a közlekedés rendészeti javaslat, ez a politikai győzelmeknek a receptje lesz, és én nem titkolom az afölötti örömömet, hogy a Béla könyvében mintha ehhez sorvezetőt is kapnánk. Mindennek a legközvetlenebb okai azok az előző évtizedre mennek ki, Vissza a 2010-es évekről van szó. Ekkor derült ki, hogy a társadalmakat korábban általánosan metsző, belső, tehát leginkább szociális, gazdasági, társadalmi, politikai törésvonalak helyett egyre inkább a globalizáció miatt egy kívülről rájukható gazdasági, kulturális következmény halmaz az, az, ami keresztbe metzi. A termelőkapacitás kiszervezése bevándorlásnak, a szociokulturális hatásai következményei és a nemzetállamok joghatóságának a feloldása az mind-mind ennek a terepe, és hát erre a rendkívül sok egyébként egymással távlatosan azért összefüggő kérdés halmazra a jobb oldal talált először válaszokat, ennek volt a eredménye a Trump elnökség, Brexitnek a, meg, a megvalósulása, a lengyel jog és igazságosság hatalomra kerülése, és az is, hogy Szálvini egy picikét ülhetett a belügyminiszteri székben, de mintha a Fidesz-KDNP Magyarországon kreatívan, ez sokkal előbb felismerte volna ezt a változást, jelenséget. Ennek volt az eredménye a 2008-as szociális népszavazás, és a négy évenként a alkotmányozó többségnek a megszerzése már legutóbb a negyedik alkalommal. Ahhoz, hogy a fidesz KdMP, ami úgy tűnik, hogy össznemzeti párt, össztársadalmi pártá is, Váljon, nem csak a szavazók abszolút többségének, tehát szavazatukat leadók abszolút többségének megszerzése, sőt megszervezése kell, ez én azt gondolom, hogy megtörtént, de ezzel párhuzamosan szellemi és ezzel jegyben járó politikai feltételek is szükségesek, és hát Galó Béla, politológus, szociológus, 21. század intézet, főmunkatársa, tudományos főmunkatársa, aki korábban szilikatalin képéről, most pedig a szociáldemokráciáról írt kiváló könyvet, ehhez a szellemi feltételhez azt a szót társította legutóbb a televízióban, hogy ez volna a szellemi együttműködés rendszere, ez nekem roppant módon tetszett, ugyanis ezzel kifejeződik az a jelenség, hogy a fő ellentét ma már nem a 19. 20. századi ipari társadalmok ideológiai megosztottsága mentén alakul, hanem azok közül feszül, akik a közös problémáinkra belső hazai megoldásokat akarnak keresni, találni, és azok között, akik pedig nem. Korfordulón élünk egy új világ kezdetén, minden értékre szükség van nyilatkozta egy ízben a 60-as évek elején Kassák Lajos a vele interjút készítő Pilinszkinek. Ez egy nagyszerű társaság lehetett, egy nagyszerű gondolattal, és azt hiszem, hogy így vagyunk ezzel most mi is. Szó szerint minden, vagy szó szerint bármi, bármi, bárhonnan bármilyen gondolat, ami a nemzet és az állam, pláne a nemzetállam megerősítés szolgálja, az segítségünkre szolgál a globális progresszió áradása elleni gátak magasabbra emelésében. Ez volna a szellemi együttműködés rendszere részemről. Persze a gyakorlat is így működik, hiszen a koronavírus járvány idején és meghozott, és a 2022-es év első negyedévében meghozott döntések azok a tanúbizonyságot szolgáltatnak rá, statisztikailag is mérhető, nem csak a kásán hanem az Eurostat, részéről. A magyar kormány társadalom politikai intézkedései azok a társadalmi középnek a kiszélesítését szolgálják. Ráadásul számos lépés, ezeket most nem sorolom fel, sok van, hála Istennek ezek között, a szerényebb körülmények között élőknek kedvez, de összességében az egész társadalom kedvezményezetje a Fidesz-KDNP kormányzásának. Két okból fakad, egyrészt a munka alapú társadalom felépítése, másrészt pedig a családbarát kormányzás, ami az a kettő összekapcsolódik egymással. Mindez számomra azt jelenti, hogy a nemzeti együttműködés rendszere mögött egy olyan társadalom filozófia, ennek távlatos állam felfogása és közvetlen gazdasági haszna áll, ami az egész társadalmat priorizálja, a végső horizont pedig úgy hangzik, hogy az individualista globális felfogással szemben Magyarországon egy közösségelvű nemzeti felfogás érvényesül. Kedves barátaim, ebben a helyzetben érdemes elgondolkodni azon, hogy miként és hogyan került a szociális érdekvédelem a elvileg nemzeti értékek védelmére fölesküdött jobboldal fegyvertárába, és azon is gondolkodjunk el, hogy miért lenne jó, hogyha ez minél tovább így maradna. Ennek én szerintem a a legrövidtávúbb oka az, hogy a 20-21. század fordulóján bekövetkezett egy nagy jelentőségű változás, amit a szlovén filozófus Slavo Gizek úgy fogalmazott meg, hogy a világkapitalizmus vezető ideológiája a multikulturalizmus lett. Ez vezetett oda, hogy az állam területéhez kötődő, kulturálisan, egészen pontosan nemzeti kulturálisan rögzített társadalom, nem csak a saját értékeinek, hanem a közös érdekeinek védelmezőjét is kénytelen, kelletlen, örömmel, nem örömmel, de a jobb oldalban, a nemzeti konzervatív jobb oldalban ismerte föl. Miközben ennek a széles társadalmi rétegnek a hagyományos képviselője, a baloldal, hát legyünk nyíltak és egyszerűek, Kurzun Gút a neoliberalizmus kedvére elárulta az övéit. 90-es évek elejétől kezdve a szociáldemokrácia végérvényesen a nyílt társadalom muszájába szegődött, és a szociális érzék mellett a társadalmi szolidaritásról is elfelejtkezett, hogy néhány szlogent mondjak, nyitott piacok, nyitott határok, te is más vagy, te sem vagy más. Hogy a hivatalos, vagy ha jobban tetszik, hivatásos baloldal hogy jutott ebbe a neoliberális zsákutcába, arról szól Galló Béla már említett Könyve, és hogyha megnézzük, már a borító is rendkívül kifejező, impozáns, egy feltűrt, ingújú, kantáros, munkás nadrágot viselő, szikrázó, szemű, szigár fizikai dolgozó szorítja az öklét, a másik kezében pedig a jól ismert vérvörös zászlót szorongatja. A háttér viszont rózsaszín, jelezve a nagy eszmének a fokról fokra való fakulását és a a háttér és a háttér, a politika, jobban tetszik a felépítmény és az előtte álló alak, vagy a forradalmi szubjektum közötti hatalmas eltérés. Galó Béla könyvének mondani valója kiváló összefoglalás nyer a hátlap feliratán, ami úgy szól, hogy a koronavírus járvány idején, amikor a, a Davoszi világ elit, az úgynevezett Great uh, Reset uh, gondolkodik, emellé a harmadik utas, tehát a third way szociáldemokrácia is felzárkózott, amely azonban elég hosszú ideje, tehát évtizedek óta identitás válságban van, és hát ennek nem marad el természetesen a népszerűtlenségi krízise se, úgyhogy a szociáldemokrácia valójában válaszúton áll, választani kell, vagy szakít a neoliberalizmussal vagy megszűnik létezni, harmadik út, itt jön a csattanó, már pedig nincs. Galó Béla ebben a kiváló könyvben először felvázolja a szociáldemokrácia történetét, aztán bemutatja a 20. század derekán, azután elért sikereit, végül pedig a harmadik út, zsákutcáját mutatja be. Eközben mindvégig sorvezetőül, sőt értékmérőül, használja, így foglaltam össze magamnak, a Nemzeti Társadalom Demokratikus Jóléti Programját jelentő régi módi szociáldemokráciát, mert valamikor azért volt ilyen. Könyvelő szava, ahogy a borító szín kombinációja is, egyébként vörös rózsaszín hanyatlás történetet ír, ígér, és mindvégig ebben a keretben kezeli a könyvnek a Tárgyát. Noha az Európai jóléti államnak a felépítése, felépülése benne a, a svéd nyugatnémet demokratikus baloldal egykor még épp gerinc oszlopával, az elismerést kap Galló Béla részéről, és mint jobboldali mondom, hogy méltán, és azt gondolom én is, hogy ez így korrekt szerző az belemenve a könyv tárgyalásába, immár a szociáldemokrácia évszázadát, azt három nagy szakadás vagy skizma történeteként meséli el. Elek, ennek során a szociáldemokrácia először a forradalmi baloldallal szakított Bernstein révén, majd egy önmagán belüli skizmával, a Bad Godesbergi program révén a marxizmussal is végül végrehajtotta a revíziók revízióját, és behódolt a neoliberalizmusnak. Nyugat-európai szociáldemokrata sikerek bőven tárgyaltatnak, ezek a második világháború után érkeztek, ekkor idézetet hozok, osztálypártból a munkavállalók néppártjává alakultak át a szociáldemokráták, a közép rétegek nagyobb figyelmet kaptak tőlük, legfőjebb úgynevezett vegyes tulajdont javasoltak, és profitáltak az általános gazdasági fellendülésből. Ennek persze nem felejtették el a hasznát az egész társadalomba különböző állami mechanizmusok, transferek révén szétteríteni hidegháborút követő évtizedek, így szokták mondani, Tina kora volt, ez a There is no alternative, nincs más út, nincs más lehetőség, nincs alternatív, ugye Margaret Thatcher-től származik ez a kijelentés. Ennek a jegyében álltak tehát a 90-es, 2000-es évek. Ezek negatívan hatottak a szociáldemokrácia belső elméleti, ideológiai magjára, és persze a külső megítélésére is. Ekkor a dereguláció, privatizáció, globalizáció szent hármasa, vagy szentségtelen hármasa volt az, ami a bérből, fizetésből és állami transzferekből élőket az útszélén hagyta, ráadásul 100 rendszándékkal. Ekközben teljes színeváltozáson ment keresztül a szociáldemokrácia, és nem képviselték többé a társadalom többségét, legfőjebb az itthonról is ismert segélypolitikával, amíg volt a állami értékesíthető részéből valami kis profit. Ez volt Tony Blair, Bill Clinton, Gerhard Schröder és Gyurcsány Ferenc Pünkösdi királysága, amelyben egyébként a hajdani nagy szociális néppártok, felsorom őket, demokrata párt, MSZP, munkáspárt, SPD, ezek fokozatosan az elitek kulturálisan, liberális bankár baloldalává váltak, és akkor most egészen finoman fogalmaztam rám egyébként nem jellemző módon. Az államtalanító gyakorlatot, amit ezek a pártok és vezetőik folytattak, ez nem csak a nagytőkének a könyörtelen kiszolgáltatása, kiszolgálása, hanem egy másik felfogás is táplált, ezt idézem Galó Béla, a nemzet, mint kolonc. És a piacvédelem, iparvédelem, a helyi munkavállalói érdekek védelme ennek előter, előtérbe helyezése egészen egyszerűen nem érte volna meg, úgyhogy ezek a rózsaszínné vált egykori ö, vörös vagy inkább piros színű pártok inkább fel is hagytak. Ezzel is akkor ne is beszéljünk most, hiszen Galó Béla amúgy is beszél róla a könyvbe, bevándorlás okozta szociális, gazdasági, nem mellesleg kulturális krízisekkel, amelyek bal felől, meg jobb felől nézve egyébként ugyanakkor a problémának kellene, hogy látszódjanak, és azokról az újabb kulturális fejleményekről, meg végképp ne szóljunk, amelyeket Galó Béla találó kifejezésével szólva progresszorok diktátumai okoznak, amelyek egyébként lassan-lassan a küszöbünkig érnek. Érdemes viszont mégis kitérni valami szerintem nagyon fontos dologra, ehhez ábrákat is hoztam, ugyanis a régi 19-20. századi óbaloldali klasszikus szociáldemokrata pártoknak a társadalomképe, de végső soron emberképe, az mennyire más volt, mint a 21. századi neoliberális renegátok vagy renegátjainak a antropológiája. Akkoriban, tehát még száz éve, pláne 150-200 éve ipari korszak hajnalán a produktív, kollektív termelő erő, így hívták őket, összefogása volt a cél, most viszont az egyéni identitás mozaikoknak a szaporítása, ami hát társadalmat, nemhogy nemzeti társadalmat, de hát semmiet se tud létrehozni, és akkor itt van rögtön az első plakátpár, a hidegháború idején, idejének, nyugat-európai hidegháborús éveknek a legelkeseredettebb küzdelme idejéből származik ez a plakát. Olaszország, ahol van egy kétmilliós kommunista párt, és van egy hozzá hasonló méretű társadalmi támogatottságú keresztény demokrata párt egymás ellen indulnak a választáson, aminek az a metódus, hogy ezeken mindig a, a kereszténydemokrata néppárt győz, de általában szorosan a sarkában vannak a kommunisták, aztán kiegyeznek, kiszakadnak, erről szól Olaszország ekkori évtizedeinek történet, és ha megnézik a baloldali plakát, vörös háttér elő, előtt egy ekkor divatba jövő nukleáris családot, tehát apa, anya, gyerek... Ábrázol hátul a, a jól ismert gyár, alattuk pedig a gará, barázda szavazza a kommunista párta, per la difesa della família, a család védelme érdekében. Hát arról mostanában nem nagyon hallunk ilyeneket, a másik oldalon pedig a kereszténydemokrata néppárt plakátja látható, ahol hát Gabriel vagy Mihály Arkangyal lángoló pallosával történik lesújtás a vipera fészekre, ahol nem más, mint a elszegényedés, aztán a vállás és más társadalmi problémák vannak, de egyébként, hát most bocsánat, de a, a baloldali párton balra fordul, a jobboldali párt plakáton jobbra fordul ugyanaz az olasz család. És akkor szeretném kérni a következő plakátpárt, amit készítettem. Ugye 1990-es első szabad választás, baloldalon megint a Balosok, MSP, Mond a papának, hiszen van apa, anya, gyerek, a papa az papa, az anya az anya, hogy szavazza a szocialista pártra. Másik oldalon az MDF kevésbé ismert plakátja a magyar jövőért egy várandós anyukával, és akkor szeretném kérni a, a harmadik plakátpárt, ez egészen ugyanaz, szocialistákkal a holnapért jöjjön el a te országod, ugye a, Szocialistánál szocialistán mégis hát azért mégiscsak egy piros bugyogóba van az a gyerek, tehát azért a, a színkód természetesen érvényes. Ő nincs ezzel semmi baj, a, a kollektív identitás teremtés fontos része. A másik oldalon pedig egy picit vallási, ugye a mi egyik sora kerül itt be. Tehát a szimbólumok nyelvén, a, a közkultúra nyelvén jól olvasható, hogy balról is, jobbról is a régebben a munkásmozgalom klasszikusai így fogalmaztak, a társadalmi feltételek, hát mégis ugyanazok voltak, hagyományos, berendezkedésű, homogén nemzetállam, nemzeti társadalom, szemben egyébként főleg Nyugat-Európában a mai társadalommal köszönhető, amit gyökeresen megváltozott, köszönhetően a progresszív neoliberális baloldalnak. Ide kapcsolódik, hogy a szociáldemokrácia legalábbis maradéka előtt milyen utat lát a kiváló szerző. De hármat is, de ezek mind-mind zsákutcák. Ezt látja az új baloldali progresszió esetében, a harmadik utas, szociál-liberalizmus esetében, és ennek különböző idejét múlt önrevízió esetében is. Meglepő kijelentésre ragadtatja magát, ami persze az én szívemet melengeti. Idézem, jobbra kellene szélesíteni a nyitást. Ezt írja Galló Béla, amit egyébként úgy ért, hogy a következő nagy történelmi kompromisszum a szuverenista jobboldaliakkal, mondjuk inkább az konzervatívokkal való szövetségkötés lehet, hiszen az egyik oldal baloldal, balról a másik a jobboldal jobbról, de egyként kritizálja a neoliberális globalizációt, méghozzá nem is olyan nagyon távoli alapokról. Benedikt Kaiser, aki Németországban, pontosabban Szászországban hasonló gondolkodik, egy jó kifejezést használ, keresztfront, így szól a, ez a kifejezés, ami azt mondja, hogy, a, hogy azt jelenti, hogy a szociális érdekvédelem és a közösségi értékvédelem között húzódik egy látens szövetség, amit meg kellene kötni, valóban legyen ez történelmi kompromisszum, ahogy Galó Béla nevezi, és hágjuk át a régies, tartalmatlan, bajobb törésvonalat. Hát ennek a könyvnek a végkicsengése akár a szerzőre is érthetően az, hogy a régi jobb oldal az új jobb oldal legalábbis megbízható szövetségese, főleg, mivel hogy ő maga egy helyű céloz is arra, a Magyarországon kívül, Olaszországban, Franciaországban egyébként létező szuverenista baloldalra, amikor a következőképpen ír, mintha a nemzeti szuverenitásnak ma, értelmezzük ezt akár jobb, akár baloldalról, megvolnának a fontos rendszerkritikai funkciói méghozzá a globális neoliberalizmussal szemben. Kettő között, tehát a, a régi bal és az új jobb oldal között érdek azonosságot a nemzetállam társadalmának önvédelme jelent, közös értékbázist pedig köztük a hagyományos életrendjének tiszteletben tartása jelent, az apa férfi, az anya nő, a munka érdem, a család szent. S a laudáció végéhez érkezve szokatlan dologra ragadtatom el magamat, amikor azt mondom, hogy 1989-ben állapították meg, mint ezt tudjuk a történelem végének kezdetét, ez egy ilyen egy dialektikus dolog volt, amikor, mintha valóban bekövetkeztek volna azok a szavak, amit 140 évvel korábban írtak le, ezek szerint, és akkor idézek, ahol hatalomra jutott, szétrombolt minden hűbéri, patriarchális, idillikus viszonyt. Könyörtelenül széttépte a tarkabarka hűbéri kötelékeket, melyek az embert ter természetes fejebb valójához fűzték. Nem hagyott meg más köteléket ember és ember között, mint a mesztelen érdeket, az érzés nélküli készpénz fizetést. A személyi méltóságot csereértékre oldotta fel. 19. századi kommunista kiáltvány jól ismert korholó szavai úgy hangzanak, mintha egy 21. századi kapitalista kiáltvány hetvenkedései lennének, úgyhogy ismét dialektikus fordulattal mondom azt, hogy a szégyen fal az már a dicsőség tábla lett. És folytassuk is rögtön innen egy másik parafrázissal a történetet. Minden eddigi társadalom története a nemzetek története szerencséje a társadalomnak, hogy az amúgy is alaptalanná vált osztálykoncepció hanyatlásával egy ennél egyetemesebb érvényű fölépítmény emelkedett ki, mégpedig az össztársadalmi érdeket a nemzeti integráció keretén belül képviselő jobboldali program révén. Társadalmi érdekvédelemnek egyébként sem egy valamiféle szelektív, önkényes osztály alapa az alaptalan alapja, hanem egy széles, konszenzus nemzeti talapzat. Pontosan ez lehet az eljövendő jobboldal nagy stratégiájának a társadalom politikai vetülete. Utolsó mondatom pedig úgy hangzik, hogy a sikeres jobboldal vagy szociális lesz, vagy nem lesz köszönjük szépen Galó Bélának, hogy megírta ezt a kiváló könyvet. Köszönöm szépen Békés Mártonnak a laudációt, és akkor megkérem a kerekasztal beszélgetés résztvevőit, Schmidt Máriát, Galló Bélát és Miketz Dánielt, hogy foglalják el a helyüket a színpadon. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és számos dologra ki fogunk térni, ami már itt a Laudációban említésre került. De előtte azért kihasználnám azt a lehetőséget, hogy itt azért önök három eltérő hát szerepet töltenek be igazából a könyv életében, ugye főigazgatóasszony, mint a kötet kiadója a szerző is itt van velünk, és Dánielre a kritikus olvasó szerepkörét osztottam kicsit önkényesen, de remélem, hogy nem lázadsz fel ez ellen. Tehát, hogy akkor mégis Mária miért gondolta azt, hogy érdemes kiadni egy ilyen témájú könyvet a 2020-as évek elején? Miért gondolta ezt aktuálisnak? Szeretettel köszöntök mindenkit, nem csak az volt a szerepem, hogy kiadjam a könyvet, hanem megrendeltem. Tehát, tehát én, én kértem azt, hogy, hogy ezt a könyvet írja meg Péla, mert mert a szociáldemokrata a pártokat és egyáltalán a szociáldemokrata mozgalmat a 20. század egyik legsikeresebb mozgalmának tartom és tartottam, és azt gondolom, hogy nagyon keveset beszélünk arról, vagy nagyon kevés szó esik mostanában arról, hogy milyen érdemei is voltak a modern társadalmaknak a kialakításában és abban a, a jóléti viszonyrendszerben, ami mondjuk a nyugat-európai társadalmakat jellemezte a Második világháború után, és amiről mi itt ettől elzárva a vasfüggöny másik oldalán, ábrándoztunk, és ahova mi tartozni szerettünk volna, csak nem vettük észre, hogy addigra, mire ránk került a sor, hogy, a, hogy kiszabaduljunk ebből a szovjet megszállási övezetből, addigra az már nem az volt, mint amit mi elképzeltünk magunknak. És nagyon érdekes, a könyvek az elolvasása közben, néhány diákomon is lemértem ezt a dolgot, hogy hogy néhány nevet megkérdeztem tőlük. És mondjuk a számomra az egyik legnagyobb sikeres, legnagyobb sikert elérő szociáldemokrata, Bernsteinnek a neve, az gyakorlatilag teljesen ki, kiesett a, a mai köztudatból, és nincsen olyan német egyetemista vagy fiatal, aki valaha hallotta volna ezt a nevet. Mi is csak azért tudunk róla, vagy csak azért hallottunk róla, mert egy ilyen pofozó bábú volt a kommunizmus időszakában, és ugye hát gyakorlatilag az árulásnak a megtestesítője volt, aki a forradalmi munkásmozgalmat elárulta. De én azt gondolom, hogy nekünk, és ebbe ez a könyv nagyon fontos szerepet játszhat, és és szerintem ez nagyon jó, tehát ha valaki végigolvassa, akkor rájön arra, hogy az a szociáldemokrata párt és az a szociáldemokrata mozgalom, ami már a gyakorlatilag a megszűnés állapotában van, hogyha egy kicsit az aktualitásokról beszélhetek, hát Franciaországban, ahol az egyik legjelentősebb mozgalom, vagy gyakorlatilag, tehát ott eltemettük, Németországban ugyan kormányon van a szociáldemokrácia, de 27 százalékot ért el, ami szégyen. Mondjuk persze a CDU is ö, még rosszabb eredményt ért el, de akkor is azt mutatja, hogy ezek a hagyományos pártok ezek gyakorlatilag eltűnőben vannak. És hát a, a választói ö, ö, támogatás is teljesen megváltozott mára, nem csak azért, és ezt Békés Márton is elmondta, mert, mert gyakorlatilag a proletariátusnak a szerepe megszűnt, hanem azért, mert egy neoliberális választói csoport van ma a szociáldemokraták mögött, és a munkások pedig mindenhol átmentek a jobb oldalra. Így van. Te következel, de hozzád az is a kérdésem, hogy milyen nehézségekkel, vagy kihívásokkal inkább így fogalmaznék, szembesültél, miközben írtad a könyvet, akár a struktúra szempontjából, hogy mire fűzd fel, ugye Márton említette már ezt a három skizmát, ami köré koncentrálódik a kötet. Így van. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy megírhattam ezt a könyvet, és előtte a Katalin pályaivéről szóló könyvet, Keresd a nőt ugye minden nagy dolog mögött, hogyha ez a könyv persze annak nevezhető, mindig ez a dolog van. És tényleg nagyon nagy élvezettel kutattam ezt a témát. Szili Katalinról írt könyvben, ugye arról abból indultam ki, hogy hogyan lehet az, hogy egy nem bolsevista gyökerű, a globalizmushoz nem is kötődő baloldali politikus, szükségszerűen oda jusson az MSZP-n belül, amelyik magát szociáldemokráciának nevezte, ahová jutott. Most nem pejoratív értelemben használom az oda jutott kifejezést, és ennek kapcsán merült az föl bennem, én már nem magyar összefüggésrendszerben, hanem elsősorban európai összefüggésrendszerben, hogy nézzük meg tényleg a, az európai szociáldemokrata főbb csomópontjait, illetve annak történetét és próbáljuk meg valahogy a becsületét, ahogy Mária is volt kedvesenre erre utalni, visszaszerezni a nem bolsevista típusú baloldalnak, mert a történelmi érdemei legalábbis hosszú időn keresztül azt hiszem érvényesültek. De most a, hogy mi, a kérdés ugye az volt, hogy milyen nehézségekkel találtam magam szembe. Hát ugye aki nem bolsevista gyökerű és nem globalista elkötelezettségű baloldali, az gyorsan megkapja Magyarországon is, de nem csak itt, ugye a baloldal árulója nevet, ezt megkapta Szili Katalin is, nyilván ugye rólam is sokan gondolták ezt, vagy gondolják, de ezt tulajdonképpen hidegen hagyja az embert, mert mindig belülről vezérelve pörgeti végig magában a problémát, és úgy gondolom, hogy az, amit a könyvről a laudációban, Békés Márton sokszor az volt az érzésem, hogy jobb, mint a könyv a elmondott, azok mind igazak, hogy ha valaki szembenéz a 21. század kihívásaival, ugye abban már eltelt több mint 20 év, és végig gondolja a 19. századból eredő ideológiák mai, mai érvényességét, vagy történetét, akkor föl kell tenni a ezeket a kérdéseket, hogy mi az, ami még egyáltalán átmenthető mondjuk a szociáldemokráciából, mi az, ami átmenthető a, konzerv a klasszikus konzervativizmusból, hiszen itt van a, a liberalizmusból neoliberálissá vált, vagy progresszívvé vált, hogy ezt ők használják ezt a kifejezést, típusú ideológia, ami mindent, mindent letarol, tehát a tuti felelős ma, már elnézést azért a vulgáris publicisztikai kifejezésére, a tuti felelős ma a progresszió mindent ők mondanak meg, és ugye ezzel kellett lépten nyomon szembesülni, amikor végigmentem a, a szociáldemokrácia történetén, amelyet még egyszer mondtam, a, a bolsevizmushoz ö, ö, hasonlított, a bolsevizmushoz mérve gondoltam végig, akkor azt láttam, hogy van egyfajta folyamatosság ebbe a minden tudás dimenzióban, mert a, a bolsevista baloldalra, vagy ha nagyon ö, ö, nem, nem, akarok puha lenni, akkor bizonyos értelemben a marxista baloldalra is. Ez a, ez a, minden tudás jellemezte a, bolsevista, marxista baloldalt is. A szociáldemokráciának soha nem így működött. Tehát ugye azért is használom ebben a könyvben a marxi revízióból, vagy marx eszméjből kiindulva a az akarati revizionizmust, az, amit ugye Lenin és Stalin testesített meg, illetőleg a Mária által is említett tapasztalati revizionizmust, aminek verseny volt ugye a eklatáns képviselője, de voltak persze korábbi megfogalmazói is, mindenek előtt ugye az angliai fábiánusok és mások is. Tehát itt a, ennek a könyvnek a megírásakor kénytelen voltam végig pörgetni magamban, eszeisztikus formában természetesen ez nem egy Átfogó elemzőkönyv, hanem eszély formában megírt történelmi eszé, ha úgy tetszik, ami problémákat és gondolatiságokat próbál meg megfogalmazni közérthető módon, remélem ez sikerült, és így próbálom az olvasót hát azzal szembesíteni, hogy maga is gondolja végig a baloldal és általában a 21. századi kihívást, és valóban arra arra a következtetésre jutok, aminél nem tudok jobbat, hogy a konzervativizmusnak a bizonyos ágaival, mert a konzervativizmust is megosztja a neoliberalizmus, ezt most nem akarom ecsetelni, de hát ott is van, amelyik behódolt, olyan irányzat a neoliberalizmusnak és a szociáldemokráciának, meg még inkább többségi irányzata ugye ez a behódolás. Tehát valahogy egymásra kell találniuk, és ennek a közös világszemléleti alapját, én abban írtam meg a könyvben, hogy, hogy a tulajdonhoz való viszonyban is van egy olyan típusú közeledési lehetőség, hogy se nem kell szentként tisztelni a, a tökésíthető magántulajdont, mint ahogy azt a liberálisok kötelező érvényel hirdetik, de nem is kell arra törekedni, hogy eltöröljék a, a múltat végképp eltörölni ebben a vonatkozásban is, mert ez meg nem realitás hanem van egy olyan, hogy a tőkét regulálni kell, és ebben a klasszikus konzervativizmus, Bismarck óta, és a szociáldemokrácia, Bernstein óta igen előteljesen lépett ebben az ügyben, és most szerintem most is ezt kéne valamiképpen ötvözni. Nem aktuál politikai megfontolások vannak a könyv mögött, annál is inkább, mert Magyarországon semmilyen típusú szociáldemokrácia nincs jelenleg. Németországban itt -ott, -ottam ott, vannak áruló szociáldemokraták, már úgy értem, hogy a mainstream szempontjából áruló szociáldemokraták. Ez egy abszolút ilyen európai történeti összefüggés rendszerben gondolkodó ajánlat a olvasók számára. Erre a magyar kontextusra majd még visszatérnénk később, de előbb Dániát kérdezném, hogy mennyire felel meg a könyv a célfüggvénynek, ami itt most elhangzott. Hát annak a célfüggének megfelel, tehát amennyiben a, a cél az az, hogy felhívja a figyelmet arra a könyv, hogy milyen kihívásokat küzd a szociáldemokrácia, vagy a, a baloldal. És hát én abban a, kicsit egy olyan helyzetben vagyok, hogy az oponenseknek van ez a, a, a szokása, hogy, hogy néha azt hiányolja egy picit, ami a saját területe, amivel foglalkozik és én, ez nem illik más könyvet reklámozni egy könyvemutatón, de én foglalkoztam, és ebben egy könyv is a, a globalizáció kritikus mozgalommal Magyarországon, amelyik egy, egy nemzetközi mozgalom volt, de a, a, ezt a neoliberális globalizációt kritizálta, hogyha a 2000-es években, most lesz nem sokára, majd 20 éves az Irak elleni nagy háború ellenes tüntetés, civilek a békér, talán ez mond valamit a, a, az itt ülőknek, a, készülünk, szeretnék is majd valami olyan kis kiállításra, talán a tékában lesz erre lehetőség megemlékezni arról, hogy mi is volt ez a 20 évvel ezelőtti mozgalom, és amelyek kinőttek ebből, a, amik megjelentek csoportok, aztán volt a, ha emlékeznek erre, vagy emlékszünk erre a zengő ügy, amikor a Egyben volt egy környezetvédelmi ügy és egy, és egy háború ellenes ügy, hiszen egy NATO lokátort akartak odaépíteni. Tehát létezett az a globalizáció kritikus ha lehet így fogalmazni, a baloldal, ami éppen a neoliberalizmus kritizálta, és hát akkoriban, hogyha ha emlékszünk, a, a, magát az MSP kormányokkal szemben is politizáltak, a többek között a zöldek, de hát mint például a védegylet, ilyen csoportok voltak, és hát ebből nőtt ki aztán majd a, az LMP a későbbiekben. Tehát én úgy, úgy, látom, hogy azok a fajta problémák vagy ellentmondások, amelyekre a könyv is a figyelmet, ezek már tulajdonképpen már 20 évvel ezelőtt léte, léteztek olyan nagyon gyakran baloldali mozgalmak. Magyarországon ez, ez, volt egy vita, hogyha nem tudom, valaki emlékszik arra, hogy akkor most mennyire kell baloldalnak hívni a magát egy ilyen, egy ilyen zöld alternatív globalizáció kritikus mozgalomnak, vagy mennyire lejáratodott ez a maga ez a jelző. Minden esetre, ami nem akarok beszélni, ami valamennyire a, ezeknek a mozgásoknak, mozgalmaknak, törekvéseknek a, a csapdáját okozta. Kelet-Európában az, hogy nem fértünk bele ebbe a, 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 ebbe az egész koncepcióba, hiszen az volt, hogy a létezik egy globális észak és létezik egy globális dél, és hogy az északi országok mondják a déli országokat, és ez a mozgalomban összefognak a, az északiak, a déliekkel, az északi munkások, a, a, a dél-amerikai őslakosokkal, de hát ebből a koncepcióból kifelejtették Kelet-Európát, hogy számunkra a baloldaliság az, az mit jelent, mert ahogy például Dél-Európában ez persze létezhetett egy ilyen mozgalmiság addig Kelet-Európában, ha létezett globalizáció kritika, az nagyon gyakran jobboldali, vagy akár radikális jobboldali köntösben jelent meg, ez egy ilyen helyi sajátosság. A másik pedig az 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 volt, hogy ugye amire Daniel Bell is már felhívta a figyelmet korábban, hogy mennyire képes a kapitalizmus arra, hogy az alakváltásra, és azt a fajta, Békés Márton már beszélt a multikulturalizmusról, tehát azt a fajta multikulti, globális, együtt dolgozó, civil identitást, azt nagyon könnyen tudta áruvá tenni. Hogy ezt kifejezem, ez a, hogyan lesz a közösségi térből, tehát a Reclaim the Street, hogy foglaljuk vissza az utcát, ne elsősorban kapitalista vagy piacpárti célokat szolgáljon a köztér, ebből hogy lett aztán street food, hogyan lett a, a foglalt házból romkocsma. Ez az a folyamat, amivel, amivel aztán szembesülhetett esetleg az a globalizáció kritikus mozgalmi közeg, akik ezt komolyan gondolták. És hogy még egy példát mondjak, erről még korábban írtam egy, egy blogot, amikor a Városliget beruházás fakivágás ellen tüntetett a levegő munkacsoport, és Lányi András volt az egyik felszólaló. Azt írtam, hogy 12 év, azt hiszem, ez 14-ben volt talán, vagy 15-ben, 12 évvel ezelőtt, 2001-ben, ha emlékszünk arra, akkor az MTA székháznál egy mélygarást akartak építeni, Tiltakozott a munkacsoport, felszólalt Lányi András, eltelt 12 év, megváltozott a város. Nem voltak tömegek ö, a városligetben, hogy tiltakozzanak, hanem azok az emberek, akik talán lehetettek volna a bázisai egy, egy ilyen zöld baloldaliságnak, ők épp a Szabadsághídon piknikeztek, ugye ez volt a, a Szabi híd lezárás, és ott készültek a, a, a szelfik, és ott történt a, a, a zsonglőrködés, stb., a piknikezés, tehát hogy a depolitizálja tulajdonképpen a kapitalizmus azt a fajta kritikai baloldaliságot, amelyik választ adna arra a fajta neoliberális térhódításra, ami történik a baloldalon. Ezzel én egyetértek, és én az ökológiai problémákat a világ legnagyobb problémái közé sorolom, ha ugyan nem a legnagyobb, ha természeti létfeltételeinket tekintjük, de én úgy gondolom, hogy de ez a könyvben nincs kifejtve, csak érintve van ez az általat hiányolt dimenzió, hogy az ökológiai gondolkodásmódnak önállóan pártszerű formába szerveződnie önellentmondás, mert az ökológia az egy univerzális kihívás, a pártszerűség az meg nem egy univerzalitás, ugye, az, az nyilvánvaló. De minden pártban meg kellene, hogy jelenjen ez a szemlélet, méghozzá pártokon felüli módon, hogyha lehet ezt a kifejezést használni. Egyébként emlékeztetlek rá, meg a kedves közönséget is, hogy és én, is kutattam annak idején a rendszerváltást megelőző években, hogy a zöld gondolatnak, vagy az ökológiai mozgalmaknak milyen szerepe volt az átmenetben. Hát ugye óriási szerepe volt, elvileg és gyakorlatilag is, gondoljunk a Bős a más ügyekre, te is említettél egyet-kettőt. Csak érdekes módon, ahogy meglett a politikai hatalom, ez egyszerűen eltűnt minden pártnak megszűnt a zöld tagozata, vagy a zöldre fogékony része, és önállóan próbálta meg magát több-kevesebb sikerrel megszervezni, és ma pedig én nem látok olyan erőt ebben a gondolati irányban. Hozzáteszem, hogy Nyugat-Európában sem, meg Amerikában sem, amelyik ezt, 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 a mai globál kapitalizmust ezt olyan erővel tudná kihívni kritikailag, mint amennyire egy globalizáció kritikus konzervatív oldal, vagy egy esetleg megújuló ö, szociáldemokrácia, karöltve az ökológiai ö, problémák ö, megzenésítésével ki tudná hívni. Nekem erről ez a véleményem, de hát ezt lehetne vitatkozni. Majd elolvasom a könyvedet, és be is mutatom, ha akarod. Úgyhogy... Én nem, nem vitatkozni akartam a könyvet, csak tovább gondolni azt, hogy milán, hol létezett milán. egy ilyen. És néha egy, én látok, én úgy gondolom, hogy és ez említve van a könyvben is, hogy azért vannak olyan áramlatok, akár az Occupy Wall Street, ugye a Sanders Nem. áramlat, vagy a Blue Labor, és, és hát a linke is, a, a, amelyik... Pedig ugye a Szárazinról írsz a könyvben, Sajnán. hogy és aztán, hogy, hogy hogyan ö, szorítják őt háttérbe a, az SPD-n belül, ö, hogy vannak vannak olyan mozgások, amelyek amelyek Igen. próbálnak egy tulajdonképpen azt a fajta baloldalisághoz visszatérni, amit nagyon jól szemléltetett az a poszt, amit Igen. Békés Márta mutatott be nekünk. Igen. Itt most egy kicsit visszamennék, ha nem is a KH-hoz, de ez a neoliberális fordulathoz, mert hogy arról most sokat beszéltünk, hogy milyen alternatívák vagy törekvések vannak a, ennek a, a, korrigálására, vagy egy új irányvételére. De hát azért az egy kicsit magyarázatra szorul, hogy miért az az alcima a könyvnek, hogy neoliberális zsák utcában a baloldal. Tehát egyáltalán ez a harmadik skizma, ami ezt a neoliberális fordulatot jelentette a szociáldemokrácia történetében, erre miért volt szükség, mi volt e mögött a stratégiai megfontolás, vagy mik voltak azok a tényezők, amik indokolták ezt, vagy előhívták ezt annak idején. Béla? Hát elsősorban úgy gondolom, hogy a neoliberalizmus 80-as évektől bekövetkező sikere, vagy sikerei pontosabban. Kétségtelen tény, ugye, hogy a neoliberális gondolkodók maguknak vindikálhatják azt a jogot, ugye, most régentől tecserasszonyon keresztül másokra is gondolok, és most nagyon leegyszerűsítem persze a válaszomba, a rövid válaszomba ezt a kérdést, vagy a választ, hogy hogy tulajdonképpen ők buktatták meg a bolsevizmust, vagy a szovjet, a szovjet birodalmat. Zárójelbe megjegyzem, Kínát nem, és ez egy külön probléma, hogy Kínát nem. És ugye ennek a, ennek a történelmi sikernek a bázisán, és mivel eltűnt a, a szovjet birodalom a nyugat-európai szociáldemokraták életéből, abban az értelemben, hogy ők mindig tudtak a Tőkével folytatott alkuik során arra hivatkozni, hogy persze itt van a Szovjetunió, és ez azért ez egy nyomós volt nyilván az alkupozíciójukban, illetve az alkufolyamatokban, ami az ő alkupozícióikat illeti. És elkezdték, ugye, elkezdtek azok gondolkozni, Blair, Schröder és mások, hogy most akkor mi nem tudnánk ugyanezt megcsinálni és a Blair jelesül, de már egyébként Amerikára is jellemző volt ez korábban, azt mondta, hogy dehogy nem, hát ugye mi ezt még jobban csinálnánk, és akkor erre mondta azt Tecser asszony annak idején, amikor Blair megnyerte a választást, és elkezdte bizonyítani, hogy ő is neoliberális, a szociáldemokrata eredete ellenére, hogy pályafutása legnagyobb sikere, mármint Tecser asszonyé, hogy a munkáspárt olyan lett, amilyen. Tehát ugye innentől kezdődött el az a folyamat, amikor a szociáldemokrácia lépésről lépésre átment, a, átolvadt a neoliberalizmusba. És ugye erre írom én a könyvben, hogy míg Tecserasszony esetében és mások esetében, konzervatívok esetében ez önazonos volt, nem várt tőlük senki mást, én legalábbis biztos nem, a szociáldemokraták esetében ez nem, hát ez önfeladás volt, és egy olyan módosulás volt, egy olyan arclesztés, amit mind a mai napig nem tudtak kiheverni. Kiheverhető ez, Mária? Nem tudom, szerintem az amerikanizációnak a, a sikerét mutatta az, hogy a Clinton, a Blair meg a Schröder együtt próbáltak meg ezt a harmadik utas fordulatot levezényelni, és valójában ennek már ugye volt előzménye, hiszen a britek azok mindig is az amerikaiaknak a kifutó fiúi. Ez a mai napig is így van, hát meg lehet nézni, hogy, hogy viselkednek és mit csinálnak mondjuk most az ukrajnai háborúban. De a Schrödernél... Volt egy kis ellentartás. Tehát már a Daniel említette az iraki háborút, azért ő nemet mondott az iraki háborúra. Ami egyértelműen azt jelentette, hogy egy igényt jelentett be arra, hogy Németország azért valamilyen formában mégse tagolódjon be teljesen ebbe az amerikanizációba. Aztán persze a gazdaságpolitikájára ez nem. Jelentett semmiféle következmény, mert ugye amikor amikor a gazdaságot rendbe kellett rakni, akkor egy olyan intézkedés, neoliberális intézkedés csomagot fogadott el, vagy fogadtatott el ez a hardfír, ami után, amikor a keresztény demokraták jöttek Angela Merkel-el, akkor csak hátradőltek, kértek egy kávét, és nekik már semmi más nem kellett csinálniuk, mint betartani azt, amit a Schröder előkészített. Csak azt akarom erre mondani, hogy ez a neoliberalizmus, ami, ami akkor jött, és aminek, én, én nem ezt gondolom egyébként Kínáról, tehát az eleve attól dőlt meg a Szovjetunió szerintem, hogy a 70-es években Kínát áthozta Amerika a saját oldalára, ez, ez volt szerintem a döntő tényező. De mindegy, csak azt akarom mondani, hogy a, tehát a, a neoliberalizmus a régen időszakában a szoftpolitika, az amerikai szoftpolitikán keresztül egyszerűen ellenállhatatlanná vált, és valójában azt az európai kulturális mezőt is megölte, ami az 50-es, 60-as, 70-es években még annyira virágzó volt. Hát én ugye már elég öreg vagyok, de eléggé emlékszem arra, hogy francia filmek azok fontosak Hogyan? voltak. Olasz sztárok voltak, olasz filmek voltak. Franciaországban kifejezetten Amerika ellenes volt az értelmiségi. Ez a 80-as évekre teljesen megszűnt. És azért a szociáldemokrácia azért hódolt be ennyire Amerikának és a gazdaságpolitikában is, mert nem volt már semmilyen bázisa a, 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 a szoftpolitikán. Igen, és ezt... Uh teljesen egyetértek ezzel. A ki, nem, de nem, majd Kínáról, Kínáról, lehet vitatkozni majd valamikor, de, de az mondjuk most nem, nincs benne a könyvben. De hogy mennyire így van, ahogy mondod, az is bizonyítja, és ugye ezt Helmut Schmidt, a klasszikus szociáldemokraták egyik utolsó nagy elefántja vagy figurája, és megmondta, hogy amikor ugye a 80-as évek végétől ez az úgynevezett kaszinókapitalizmus, ragadozó kapitalizmus, tehát ez a hazardírozó, a pénztőke logikájára mozgó tőke logika mindent leuralt, vagy eluralt, akkor kevesen gondolják azt végig, vagy és még kevesebben mondják, hogy ezt bizony az amerikai baloldalt tette lehetővé. Tehát ugye a Demokrata Párt, mert Amerikában őt nevezzük, őt nevezzük baloldalnak, azt a törvényt, ami az amerikai bankoknak lehetővé tette, hogy ilyen üzleteket csinál, derivatívákat és ilyen üzleteket csinálják, azt a Clintoni törvény tette lehetővé. Most elnézést a közönségtől nem jut eszembe pontosan a, se az éves, se a neve ennek a törvénynek, de utána lehet nézni. Ez, ez mitől szociáldemokrata aktus, most, ha a szociáldemokratát Amerikára is értjük, és utána, amikor ez az egész befutcsolt, mert hogy befutcsolt, azt 2007-2008 is bizonyította, akkor pedig ennek a válságnak a terheit és költségeit kizárólag a munkavállalókra vagy a kisvállalkozókra, meg a középvállalkozókra terhelték, és a bankokat busásan, hogy is mondjam, kártalanítottak. Kivéve, Kivéve Magyarországon, Orbán Magyarországon. Viktor. Igen. És ki volt ekkoriban az amerikai elnök? Barack Obama. Tehát a másik demokrata párti elnök. Tehát azért ezek felejthetetlen pillanatai az úgynevezett nem bolsevista baloldalnak a 20. század végén és a 21. század elején. ilyenek is szót adnék. A kérdés az az volt, hogy miért lett neoliberális a baloldal. Hát, hogyha nem akarok a liberális barátaimnak nehéz persze, hozni, de azért, mert hogyha a választási matematikát nézzük, a liberalizmus egyedül nem tudna választói többséget szerezni. Tehát, hogy van egy ö, szövetségben tud, vagy hát úgy tud kormányozni, hogyha van egy, egy szűkített választói réteg, tehát egy 19. században tudott kormányt alakítani később már, a, akár Németországban, akár Magyarországon, de máshol is azért a liberális pártok azok kísérői a konzervatív vagy, vagy, baloldali pártoknak. Az is megtörténik, mellesleg persze, hogy jobboldali pártok neoliberalizálódnak, tehát azért a, nyilván a szecseri konzervativizmus nem az a fajta konzervativizmus volt, ami tehát ő is megváltoztatta nem csak a, 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 a labert, hanem a, hanem a, hanem a torikat is, de az, hogy nagyon érdekes, amit Mária mondott, hogy valóban ez a soft power, illetve a munkás mozgalmi kultúra, vagy a, vagy a baloldali kultúra, mert nekem pont az jutott eszembe, nem tudom, hogy ki látta a Csikágoi Hetek című filmet, ami a perről szól, amikor a demokrata párt jelölő kongresszusán tüntettek a, a, az ellenkultúra, vagy hát a 68-as tüntetők. És nagyon érdekes, hogy Jerry Rubin, aki egy fontos alakja volt annak, a, ennek az egész kritikai mozgalomnak, ő aztán egy ilyen Wall street cápa lett. Tehát, hogy a, az a fajta váltás, és akkor lehet, hogy hasonló, mint az előző körben, tehát, hogy a, a kultúra mentén tudott neoliberálissá tenni, vagy vált neoliberálisra a baloldal abban a tekintetben, és ezzel nagyon sok vita van a, a magyar baloldalon belül is, vagy hát az ilyen baloldali e, fórumokon, hogy e, ez az identitáspolitika az, amin keresztül e, megjelent a neoliberalizmus, tehát nem az elosztási konfliktusok voltak a fontosak, hanem ezek a tulajdonképpen a posztmateriális ez értékek, a és akkor ott jelenik meg, hogy minél inkább szét lehet aprózni a, a, azt a, a, a közösséget, a sokaságot, amelyik fel tudna lépni, amelyik politikai cselekvő lehet, amelyik bázisa lehet a baloldalnak. És akkor már, hogyha már a, ugye a könyvben is német szociológusokat e, e, lő lehet olvasni, Uri Beck e, e, van például megemlítve, hogy akkor e, talán lehet Gerhard Schulzét is ide hozni, aki pedig arról írja az élménytársadalomról, hogy végső soron az egyéni én projekt, vagy az élményprojektnek a kiteljesítése fontos, és az válik egy politikai igényé sokak számára, amivel egy jóval szűkebb társadalmi réteg, mint azok, akik anyagi biztonságot, vagy egzisztenciális biztonságot várnak el, vártak el, és kaptak meg a, a baloldaltól. De amit a, amit, a, Dániel mondott az előbb, ugye, hogy, hogy, vannak politikai mozgalmak, amikből aztán ilyen hát kulturális, depolitizált toposzok lesznek, mint a, mint a különböző ilyen street food, meg az egyéb példák, amiket mondott. Tehát a, az egész folyamatnak az lett a lényege tulajdonképpen a 80-as évektől és a mai napig tart ez a folyamat, hogy a neoliberális rendszerek folyamatosan depolitizálni akarják a társadalmat, hogy a politika nem fontos. És például ez az egész identitás kérdés, ami most a középpontban van állítva, ez is politika ellenes. Tehát, hogy ne legyenek közösségek, ne politikai értékek mellett szerveződjenek az emberek. Most az illiberális fordulat, és még azt megelőzően az Orbánnak a gazdasági válságra adott válasza, az pont a politikát rakta vissza a középpontba, és azt mondta, hogy igenis politikai döntést fogok hozni, nem a társadalomra fogom egyedül ráterhelni a választ, hanem külön adókkal be fogom vonni azokat a multi cégeket, meg azokat a cégeket, amik baromi jól kerestek egyébként abba az időben, amikor olyan extra profitot tudtak fölhalmozni, aminek egyébként most mi isszuk meg mindannyian a, a levét. És ez a politikai fordulat, hogy a politikát visszarakta oda, ahova kell, a dolgoknak a közepébe, ez az tulajdonképpen, amit nem tudnak neki megbocsájtani. Mert a politikai kérdéseket a mai elit, nyugati elitnek ez a neoliberális része, ezt mindenképpen háttérbe akarja szorítani. És mindig, mindig arról beszél, hogy a gazdasággal mi van, a gazdaság mit követel, és a gazdaságnak milyen érdekei vannak, és azt a politikának, hogy kell kiszolgálnia. Tényleg, már Clintonnak is ez volt a, a gazdaság ostoba, ugye az egyik választási szlogánja. Igen. Igen, és ugye ezek az intézkedések, ezt persze nagyon sokan vitatják, gondolom, Magyarországon az ellenzéki elemzők közül, mármint Orbán Viktoré, ezek szociáldemokrata jellegű Ahhoz. intézkedések voltak most, ugye azt családtámogatás, és így tovább, és így tovább, az miért, az miért, ördögtől való egy baloldali ember számára, kérdezem én? Hát azért a az eleskeresési járadék a 9 hónapról 3, hónapról, 3 hónapról levitele az nem annyira a szociáldemokrata intézkedés. Jó, például addosan. a, a strike jognak a, a, szűkítése, vagy arra hivatkozó a pedagógus sztrájkot elejtíteni, hogy egészségügyi válság helyzet van, ezek nem kifejezetten szociáldemokrata intézkedések, de ez azt is mutatja, hogy a baloldalnak, vagy egy, egy olyan baloldalnak a tehát lenne feladata, illetve lehetne feladata Magyarországon most is, hogyha például a, a dolgozói önszerveződésről van szó. Az nagyon érdekes, hogy erről már korábban lehetett tudni, hogy a, hogy a, a munkásság Magyarországon az inkább szimpatizált a jobbikkal a 2010-es években, mint akár a baloldali pártokkal. Tehát, hogy a, 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 miközben létezhetnek olyan konfliktusok, mert van foglalkoztatási vagy munkaügyi konfliktus Magyarországon, tehát vannak sztrájkok. Én megnéztem egy sajtó tartomelemzést, végeztem a, a, a rabszolgatörvény, vagy hát a túlóra törvény utáni tüntetések után azért sokkal több sztrájk, vagy legalábbis sztrájk fenyegetőzés, sztrájk tárgyalás kezdődött el. Tehát létezett, megélénkült a, a szakszervezeti mozgalmiság Magyarországon, csak nem találtak olyan ö, ö, politikai szövetséges az ellenzéki pártokból, azért sem, mert nem mindenki, aki szakszervezeti tagosztja azt a fajta baloldaliságot, amelyet, akár mondjuk a Magyarország ellenzéki pártok képviselnek, hanem inkább sok tekintetben lehet, hogy pontosan úgy gondolkodnak a világról, ahogy Békés Márton olasz plakátja mutatta, ilyen szempontból tradicionálisabb értékeket gondolnak magukének, és ezért is a jobbikkal voltak közelbi viszonyban, és hát az sem véletlen, hogy, hogy, például a makói kontinentál gyár kapcsán Lázár János volt az, aki a, aki már pedzegette azt, hogy meg is látogatta azt hiszem őket a kampányba, tehát Érezte ő annak a súlyát, meg a jelentőségét, hogy mit jelent a, a munkahelyi érdekvédelem? Én nekem az a, az, a, az állításom, hogy a, a gyurcsány kormány teljesen átment a neoliberális oldalra. Én szerintem. Attól kezdve a Magyar Szocialista Párt nem volt ö, ö, baloldali párt már, és, és én nekem a, a további állításom az, hogy a DK is egy neoliberális párt. Nem hallottam tőle egyetlen olyan megnyilvánulást, ami bármilyen munkavállalói érdekképviselő... Európai minimálbér. Igen, azt nem tudom, mit jelent. Tehát azt nem, ez, az még az én számomra még nem világos, hogy az mit jelent, és annak mi a következménye. Egy szlogenen kívül nem tudnék róla semmit elmondani. Tehát a számomra az egy neoliberális párt, és egyébként, ha most megnézzük, akkor az, a, a Fidesznek a teljes politikája az volt, hogy a magukra hagyott munkavállalói tömegeknek az érdekképviseletét vállalta. Ha nem tette volna, soha nem lett volna ekkora választói sikere. De erről a magyar baloldala, amit nem tudom, miért hívnak baloldalnak, mert, mint állítom, egyáltalán nem baloldal, ezek mind magukra hagytak. Ezek egyáltalán nem foglalkoztak vele, és ennek az a következménye, és ez a most április harmadikai választásokon is számomra egyértelműen kiderült, hogy a, a leginkább ö, hagyományosan egykori szocialista választói réteg, az mind átment a jobb oldalra. Már a Havanna lakótelep telep is a Fideszre szavazott, meg a Derkovics, meg a nem tudom micsoda, ami eddig soha nem volt azért, mert őket egyszerűen elengedte. Ez a, ez a teljesen neoliberálissá vált, amerikanizált témákkal előjövő, ö, Egyesült ellenzék, vagy hogy hívták? Egyesült ellenzék. Egyébként ezt annak idején, ugye az én úgynevezett Szauluszi vagy Pauluszi fordulatom az a Gyurcsány megjelenése környékére. Tehát ő dokumenti ezt, ahogy ezt mondani szokás, ez nem most világosodtam meg, hogy már a negyedik, kétharmadot. Ezt kénytelen elszenvedni a magát baloldalnak nevező baloldal hanem már a Gyurcsány színrelépésekor ez eléggé világosan látszott. Most nem akarok itt a magyar ingoványba belemenni, de hát Gyurcsány nyilatkozta talán a könyvben, én ezt említem is egy helyütt, hogy, hogy aztán valami pénzzel kapcsolatos újságban, hogy akinek 100 forintja van, annak annyi az érdekérvényesítő potenciálja. Akinek millió, annak annyi, akinek 100 millió, az meg annyi akkor ezt most nem tudom, hogy ezt a mondatot, hogy lehet bármilyen baloldali mezbe becsomagolni. Tehát azért az eléggé világosan látszott, hogy onnantól kezdve elindul egy másik dolog, egy komprádor típusú alkalmazkodás a nyugati neoliberális irányzatokhoz, vagy irányzathoz, és az alá rendelni mindent, amit, amit csak lehet. Nyilvánvaló, ezt sokan mondják, olyanok is, akik tárgyilagosabbak, hogy a világgazdasági válság, ami az ő kormányzata alatt következett be, és nem miatta, hanem Clinton és Obama miatt, ugye, ahogy az előbb említettem, az, az, nem, ronto, az nem javított az esélyein. De onnantól kezdve már egy hektikus mozgása volt az egész baloldali kormányzatnak, bajna is se tudott rajta javítani, pedig ő kevésbé volt határeset már, ami a politikai normalitást illeti. Itt most lecsapnék, oh, és ehhez fog kapcsolódni, csak hogy egy kicsit helyezzük ezt történelmi perspektívába is, mert ugye Béla említette, hogy a kötet az egy európai kitekintés, tehát a magyar kontextus az nem is volt célkitűzés, vagy világ, politikai kitekintés inkább, és nem a magyar kontextust vizsgálja. De azért felmerül a kérdés, hogy mennyire követte le a magyar szociáldemokráciának a története azt a három skizmát, aminek a történetén keresztül Béla bemutatja a nemzetközi mozgalomnak a történetét. Az most kiderült, hogy a jelenlegi, az többetek szerint az követi, vagy az a neoliberális fordulat, ez Magyarországon is bekövetkezett. Történelmileg ez hogy nézett ki, gondolok itt mondjuk a tanácsköztársaságnak, vagy 45 utáni időszaknak a meghatározó szerepére? Hát a magyar baloldal történetét most három évszámmal jellemezem, már mint az egyik ágának a történetét, 1919, 1948, ugye a fordulat éve, és 1956. Ez mind direktben kapcsolódott, ugye a szovjet típusú, vagy bolsavik típusú baloldalhoz, és annak volt a folyománya. Ennek ugye a másik oldala, a magyar szociáldemokrácia, tetemre hívható ugye a 19-es fordulat miatt, ezt meg is teszik történészek, de ebben most nem menjünk bele, de 1920 után ugye megtörtént a sokat emlegetett és sokak által kárhoztatott betlen Peyer paktum, amikor a szociáldemokráciának a mindig is meglévő, és ebben a könyvben igyekeztem erre hangsúlyt helyezni, nemzeti elkötelezettsége, ami azért az egyik megkülönböztető jegye volt a bolsevik típusú baloldallal szemben, az kidomborodott abban az értelemben, hogy fontosabbnak tartották az együttműködést a nemzet közös érdekei miatt, mint az ellenállást. 1945 után volt egy kegyelmi állapota a magyar helyzetnek, akkor az a tévképzet, vagy illúzió inkább így pontosabb adódott, hogy talán itt lehet egy, egy nyugat-európai típusú, vagy nyugati típusú fejlődés, aminek ugye a középpártosodás lett volna a lényege. Gondoljuk meg ugye, hogy az első választáson a középpártok aratták a legnagyobb sikert, ha jól emlékszem, a kisgazdák nyertek, a szozdemek lettek a másodikak, és talán a Barankovics keresztény szociális vagy szocialista párt a harmadik. Tehát volt egy ilyen szervesebb fejlődés, és ezt egy illúzió kísérte, de 48-ban fordulat éve után ez abszolút eltűnt, és onnantól kezdve már nem is beszélhetünk szociáldemokráciáról, hiszen betagozódott a, a, előbb a dolgozók pártjába, aztán meg az mszmp be nyilvánvaló és aztán 56 intermedzója után meg tovább folytatódott ez a, ez a lejtő, és a rendszerváltás folyamatában is ugye az MSP akkori vezetői gondosan ügyeltek arra, hogy a történelmi értelemben létező szociáldemokrácia az nagyon ne rúghasson labdába. Ma meg már szerintem, ha akarnánk, se tudnánk megkötni a Betlen-Peyer paktumot, mert Betlent még csak ki lehet jelölni, de hol a, pe hol a Peyer? Kérdezem. Én azért, egy, én azért egy másik kérdést tennék fel, ami szerintem valamiféle választ ad erre a dologra. Ugye a rendszerváltoztatáskor fölmerült ugye, hogy a magyar szocialista munkáspárt az megszűnik. Na most akkor bennem, bennem akkor az a kérdés is fölmerülhet, hogy akkor miért nem mondták föl az egyesülést, és miért nem a Szociáldemokrata pártot választották? Miért hoztak létre egy teljesen új pártot, Magyar Szocialista pártot, aminek nem volt semmiféle történelmi előzménye? Miért nem vállalták fel a Szociáldemokráciának a hagyományát, és építettek arra valamit? Szerintem, hogyha erre a kérdésre megtaláljuk a választ, akkor ezt a teljes. Ö, ö, teljes ürességet, ami a magyar szocialista pártot jelenti, amelyik nem tudott a 30 év alatt egy hőst, egy példaképet, egy sztorit, egy vállalható sztorit kimunkálni, amely a teljes, teljes nihilbe van ez a 30 év óta, akkor talán jobban megértjük. Tehát az azért mégiscsak egy abszurdum, hogy a Fidesz ö, vez, egyik vezető, politikusa alapító, politikus a kövér, László avat fel kétli szobrot, ahova egyetlen egy szocialista képviselő jön el, a Hiller István és a többiek, ott se voltak az avatáson. Uh -huh. Tehát, hogy ha kétli Anna nekik nem egy vállalható szimbolikus figura, egy történelmi hős, akkor nem tudom, hogy ez a nemzethez való viszonyulás, meg egyáltalán a magyar... Munkásmozgalmi tradíciókhoz való viszonyulás mit jelent ennek a magyar szocialista pártnak a számára? Azon gondolkodtam, hogy a, ugye érdekes úgy látni, vagy talán egy másik ö, ö, aspektus az az, ö, annak megértésében, hogy nem visszanyúlva teljesen a 20. század elejéig, de nyilván volt egy olyan úr, amikor a, a, a magyar baloldal is megsinylett az, hogy nem volt normális szabad választások, hiszen más volt a, a, az evolúció, vagy a története, vagy a fejlődése, nem volt báth godesbergi program. A, hogy a magán az MSZP-n belül is azért persze volt e, egykor egy népi baloldali szárny is már a, a, a 90-es években, de hogy azért is tudott talán kiteljesedni a neoliberalizmus, vagy hát a, egy ilyen liberális, vagy egy ilyen harmadik út irányba, több oka is van, én talán kettőt tudnék most így megnevezni. Az egyik az, hogy volt egy ilyen, egy ilyen újra márkázási kísérlet pont Gyurcsony Ferenc részéről, hogy akkor valamilyen ilyen, ilyen, modern, ilyen, ilyen trendi, európai, csili dolgot lehessen létrehozni az MSZP-ből, és ez valahogy ezt a, ezt a trendiséget pont a, a Blairi harmadik út jelentette. Ugye ez a, itt vagyunk a 90-es, 2000-es években, oasis, stb. Ezek az, ami amikor nagyon trendi volt így, így ez a ez, ez, a, Brit, ez, a, ez tekint, a cool, cool Britain. Jellegű volt Igen, de kicsit ez a cool Britain időszak. A másik pedig az az, hogy hogy az MSZP-nek mint politikai ajánlata, ajánlata is az volt, hogy ők a, egy modernizációs útvonalat képviselnek. Ők azok, akik, akik meg tudják védni esetleg az Európai Unióban Magyarországot, akik a, a, akkor az felzárkózhat valahogy Magyarország. Ez a ez a fajta ígéret, hogy ez, hogy ez létezhet ilyen, és ennek a, a menedzsere lehet a, a baloldal, kicsit ez a persze kicsit neolib, technokratább baloldal, ez épp a 2008-ban erről már beszéltünk, illetve a könyvben is szó van a 2008-as válságról, az józaníthatta ki a, a magyar választókat, a magyar embereket, a, vagy hát nevezzük akkor egy ilyen baloldali jelzővel népnek a, a Magyarországon, hogy, hogy nem működhet az a, az a modernizációs út, az a felzárkózás. Négy éve vagyunk az EU csatlakozás után, és kiderül az, hogy, hogy egebben emelkednek a, a lakáshiteltörlesztők. Tehát, hogy magán az MSZP-n belül is, és maga az MSZP is egy ilyen a felzárkózás, vagy a nyugathoz felzárkózunk pártja volt. Ennek még már él a hagyománya, akár például, hogy a DK-ról van szó. És talán ez az a mozzanat, ami, a, a, ami miatt teret nyerhetett ez a, a harmadik út, és azon keresztül pedig egy ilyen neoliberalizmus az MSZP-n a magyar baloldalon belül. És hát persze azért is, mert maga ez a technokrata vagy a, a reformer hagyomány, ami visszanyúlt a rendszerváltás előtti időszakra, az, a, a, az is ott létezett már a rendszerváltás során a, a baloldalon belül. Hát erre van egy vulgár marxista magyarázatom, elnézést hogy a nemzeti vagyon újrafelosztásában, ami azért a rendszerváltásnak az egyik lényegi dimenzióját képezte, a késő kádári nomenklatúra, aminek voltak politikusi résztvevői, technokrata résztvevői, volt a legkedvezőbb helyzetben. Gyurcsány ezt meg is fogalmazta, jókor, jó időben, jó helyen, és ők ebben a folyamatban... És ezt személyesen is értek. És a, a Igen, ami. igen és ebben a folyamatban ők egy ilyen komprádor típusú alkalmazkodással fordultak a nyugat felé, ami ugye eleve az akkor ott már világba borult neoliberalizmushoz való alkalmazkodást jelentette, és ez teljesen magától értetődő volt, hogy csak a, a, a cégéren van rajta az, hogy baloldal, meg a cégéren van rajta ez a munkás, meg minden csak a cégéren van, és, és tulajdonképpen a, ennek a paraványa mögött meg folyik, ami folyik. Ezt ugye Horn Gyula két kétlelkűen érte meg ezt a folyamatot, valahol ezt talán mostanában írtam is, vagy nyilatkoztam is, de amikor Gyurcsány megérkezett, akkor ez már abszolút egy magától értetődő egyértelmű dolog volt. Az megint egy más kérdés, hogy a mostani MSP maradékban is láthatunk ilyen magát munkásnak gondoló, jobb esetben magát munkásnak gondoló, rosszabb esetben magát munkásnak maszkírozó politikust, akiknek semmi közük az egy a világon a, a magyar munkás, a munkavállalókhoz, fogalmazzunk így. Teljesen igaza van Máriának abban, hogy abszolút pestélyesen szólva a Fidesz teljes joggal egyébként lenyúlta ezeket a szavazó rétegeket. Hát most ne, ne, ne szépítsük. Azt hiszem, hogy még nagyon sokáig tudnánk ezt folytatni, de sajnos az időnk végéhez érkeztünk. Viszont azt hiszem, hogy a jövőről bőven lesz szó a 21. század intézet jövő szerdai konferenciáján, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy azt is kövesse majd. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik személyesen vettek részt a könyvemutatón, és azoknak is, akik online követték azt. Vegyék meg a könyvet, és olvassák. Galó Béla, mi lett veled Szociáldemokrácia. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen a beszélgető partnereknek, hogy elfogadták a meghívást. Köszönjük szépen. Remélem folytatás következik.